It's supernatural. Hello, Sidra vagyok, Marilyn Hickey-vel. Hadd mondjam el, Pakisztánban 81 évesen nőként százezrek felé szolgál, leginkább muzulmánok felé, akiknek Jézust hirdeti, és csodákat látnak általa saját szemük előtt. 81 évesen hogy csinálod ezt, Marilyn Hickey? Elmondom, és azt is, hogy te hogyan teheted ugyanezt. Ez még jobb. Igen. A Jézusban rejlő hit a nagy kulcs. Az emberek az életkorukra néznek, de Isten nem nézi a korod. Az emberek a bőrszínükre tekintenek, de Isten nem a bőrszíned érdekli. Az emberek kifogásolják nemiségüket, de Istennek mindegy, hogy férfi vagy nő vagy. Amire ő reagál, az a Jézusban való hited. Minden egyes hívő keresztény meg tudja ugyanezeket tenni. És tudjátok mit? Kihagyta volna mindazt, amit tesz ma, ha nem találkozik egy fiatal emberrel, aki bátorította arra, hogy merjen kilépni szellemben, és használja az ajándékait, imádkozva és böjtölve érte. Meséld ezt el. A férjem volt az, akivel akkor még csak jegyesek voltunk. Azt mondta nekem, nem veszek el feleségül olyan nőt, aki fél szívvel van Isten felé. Eddig teljes szívvel az ördögöt szolgáltam. Annyira megsértett. Azt mondtam, de hát én megtértem. Erre ő, de nem szántad oda az egész életed Istennek, én pedig addig nem veszek el feleségül, amíg a Szent Szellem erejének nem kötelezed el magad teljes szívvel. Három napig fogok ezért böjtölni. Annyira megsértett. Iskolai tanár voltam akkor, és nem aludtam egész éjjel. Pedig rendes keresztény voltál. Rendes keresztény voltam, de nem égtem tűzben az Úrért, bár 4 éve akkor dolgozott az Úr bennem, hogy odaszántabban járjak vele. Ahogy böjtölt értem, minden este valamit változtatott bennem az Úr. A 3. este azt mondta nekem Isten, nem fogom újra fölhozni ezt a témát. Ha most nem szánod oda magad a Szent Szellem erejének, akkor Kaliforniába költözöl majd. Egyetemet végzett, diplomás leszel, és egy rendes keresztény férfihoz hozzá, akivel boldogan élhetsz. De van számodra egy sokkal jobb és csodálatosabb tervem, olyan, amit el sem tudsz képzelni. És tudjátok mit? Isten mindnyájatoknak tervezett egy ilyen sorsot, vagy küldetést. Mellesleg ez nem csupán egy szép kis történet, mivel Isten az, aki beszél most hozzád. Marilyn ekkor tett valamit, amit bárcsak én is tehettem volna. Egy olyan ember szolgálatára ment el, akivel olyan csodák történtek, melyekről a Bibliában olvashatunk. Ez az ember pedig William Brennan volt. Marilynnek azonban volt egy problémája, nem lehetett gyermeke. Majd elmegy az összejövetelre, hányan is voltak ott ezen az alkalmon? Kb. 5000-en, Dallasban, Texasban volt az alkalom. És mi történt? 26 éves voltam, 3 éve voltam házas. Azt mondták, soha nem lehet gyermekem, mert volt egy örökletes betegségem. Brennan rámutatott, és előre hívott az emelvényre. Ahogy ott álltam szemben ezzel az emberrel, a sok ezer ember előtt a legszokatlanabb átérésem volt. Nehéz szavakba önteni, amit láttam. Olyan volt, mint a kerék a kerékben forgott a föld fölött. Láttam, ahogy körbeforog, és hallottam is, hus, hus. Majd a prédikátor azt mondja nekem, te nem innen való vagy, hanem Denverből, Colorado-ból jöttél, egy faházban élsz, és nem lehet gyermeked. Pedig ő soha azelőtt nem látott téged, nem, soha. Csak úgy a tömegből szólított ki, ismeretlenül, pontosan. De hát honnan tudta akkor ezeket rólad? Isten szellemétől. Azt mondta, nem lehet gyermeked. Menj haza, és fogadj, és lesz gyermeked. Majd láttam ezt a kereket a kerékben, ahogy a lábamba megy. Mégis 10 éven keresztül nem estem teherbe, majd megtörtént. Elmentem az orvoshoz, és azt mondtam, szerintem várandós vagyok. Megvizsgált ugyan, de azt mondtam, nem, ön nem lehet terhes. Ez teljességében lehetetlen. Biztos csak valamilyen változáson megy keresztül. Majd hazamentem, és még nagyobb változáson mentem keresztül. Elmentem egy másik orvoshoz, aki megállapította, hogy 5,5 hónapos terhes vagyok, és ahogy már többen látták a tévéműsorom, a lányommal, Sarával vezetem azt. A kulcs mégis, hogy 10 évig kitartott a kijelentés mellett, majd azt vallotta meg. Szeretem a muzulmánokat, és a muzulmánok is szeretnek engem. De hát ez aztán abszolút képtelenség.
Először is nő vagy. Másodszor az életkorod. Harmadszor az a típus vagy, aki nem szégyeli Jézus evangéliumát. Negyedszer csodák történnek szolgálatod alatt. Meséld el azt, amikor először jártál Pakisztánban. Először 1995-ben voltam Pakisztánban. Nagyon féltem, mivel mindenki azzal ijesztgetett, hogy le fognak lőni ott. Az első este csakis a Bibliából tanítottam Jézus egyetlen csodájáról, majd imádkoztam betegekért, akiknek drámai gyógyulásaik voltak. Így megúsztam, és senki nem lőtt le. Azt látom. A negyedik este már 20 000 ember jött össze. Az első este 4 000 voltunk, az utolsó este 20 000. Épp most értél vissza Pakisztánból. Ezúttal hány ember volt az összejöveteleden? 210 000. Hogy lehetséges, hogy leginkább muzulmánokból álló emberek 210 000 összejöjjenek? Ez már aztán tényleg elképesztő. Istennek hatalmas jó volt ez. Nem csak jó indulat, elképesztően nagy jó indulat. Szeretném megtudni, hogy tudsz ilyen elképesztően jó indulatban járni. Ti szeretnétek tudni? 81 évesen. Nos, hiszem, hogy a legnagyobb csodák még hátra vannak. Még nagyobb összejövetelünk is volt, amikor 80 éves voltam, nemrég lettem 81 éves, de ahogy több évvel ezelőtt kezdtem, az volt, hogy imádkoztam a világ nemzeteiért, és ima közben nagy melegséget éreztem Pakisztán és Szudán felé. Ahogy tudjuk, ezeknek a nemzeteknek az 1/5 muzulmánokból tevődik ki, és ha mi nem megyünk, és nem hirdetjük nekik az evangéliumot, hogy fogják meghallani? Amit ők nagyon szeretnek, azok a csodák, szeretik a gyógyulási csodákat, mivel a Koránjukban is benne van, hogy Jézus gyógyított. Ezzel tehát hidat lehet feléjük építeni. Imádkoztál iszlám vezetőért valaha is, aki meggyógyult? Ó, hogyne, még videók is vannak róla. Mesélj el egyet. Amikor másodszor jártam Pakisztánban, egy iszlám vezető vak volt egyik szemére, megnyílt a szeme, elkezdett látni, és előre jött bizonyságot tenni róla. Soha nem felejted el Jézust, ha vak voltál, és újra látni kezdesz. Ez így van. Ilyenkor senki nem mondhatja, hogy csak színlelt az illető, vagy biztos beképzelte az egészet, csak azt tudod mondani, Isten valóságosan létezik. Ezt mondják ilyenkor az emberek. Ez pontosan így is van. Most már 6-szor voltam ott, és akárhányszor megyünk, mindig hatalmas stadion telik meg emberekkel, és rengeteg gyógyulás történik, mivel így hirdetik az összejövetelt, gyere és gyógyulj meg! De ha senki nem gyógyulna meg, Marilyn, akkor nagy bajba kerülnél, az egyszer biztos! De tudod mit? A Jézus neve gyógyít. Minden gyógyulást, minden megbocsátást, minden bűnt megvásárolt számunkra. Nem az én nevem gyógyít, hanem az övé. Ezért van, hogy minden egyes hívő a kezét betegekre vetheti, és azok meggyógyulnak. Ez mindenki számára adatot. Szeretném, ha beszélnél arról a szóról, amit nagyon szeretek, mégis olyan ritkán hallom csupán. Ez pedig az elvárás. Mit jelent számodra az, hogy legyenek elvárásaink? Elvárásunknak lenni azt jelenti, hogy hitet fektetünk Isten szavába, és kihirdetjük azt, ő pedig manifestálja, tehát megnyilvánítja. Ha hiszed azt, meg is látod. Ez oké, de mit mondasz egy olyan embernek, aki azt mondja neked, már évek óta ezt teszem, mégsem látom megtörténni. Ha nincsenek elvárásaim, akkor nem leszek újra csalódott. Egy ilyen embernek mit mondanál? Azt mondanám, túl hamar föladod. Nekem is annyian mondták, hogy nem tudok megtenni ezt vagy azt. Mondták, te nő vagy, túl öreg vagy. Én pedig azt mondom, szerintem Isten úgy gondolja, hogy bármit meg tudunk tenni. Ezt ne felejtsd el soha. Isten úgy gondolja, hogy bármit meg tudsz tenni. Tedd most a szívedre a kezed, és mondd ezt utánam. Én hiszem, hogy Isten úgy gondolja, bármit meg tudok tenni. Tehát, ha Isten ezt mondja, akkor elhiszem. Elhiszem, és ezért meg is van. Oké, készen állsz? Készen állsz? Hiszem, hogy vannak most olyan nők, vagy párok, ahogy te is voltál, akiknél orvosilag azt állapították meg, hogy nem lehet gyermekük. Az egyetlen feltétel persze, hogy ehhez házasnak kell lenni, tehát ez csupán házasokra vonatkozik. Hiszem, hogyha ilyen házaspárokért imádkozol most, akik szeretnének gyermeket, de nem lehet egy gyermekük, akármi is volt eddig az akadály, képessé válhatnak arra, hogy legyen gyermekük? Igen, akkor imádkozz értük. Előtte mondanék valamit, kenetem és hitem egyre jobban növekszik ezen a téren, és akikért imádkozom, sokszor ikreket hoznak a világra.
Gyerünk, imádkozz! Így is? Oké. Okay. Ha nézel most bennünket, és házasként gyermeket szeretnél, tedd a kezed a testedre. Tudd, hogy mennyei apukád annyira szeret téged, hogy megígérte, hogy a meddők fogadni fognak. Szóval, Atyám, a Jézus nevében küldöm most a te csodás igédet minden meddőhöz, aki testére tette a kezét, hogy beszéded ne térjen vissza üresen. A te szavad győz, és beteljesíti azt, amire ki lett küldve. Köszönöm tehát, hogy ezt az igédet küldhetem most hozzájuk, a hitnek igéjét. Köszönöm a kisbabákat, akik egészségesek, nem lázadóak, hanem egész életükben Istent szolgálják, és köszönöm a könnyű szülést a Jézus nevében. Amen. El tudtok képzelni mecseteket, ahol egy nő Jézusról beszél a muzulmánoknak, és csodák történnek? Marilyn, te hogy csináltad? Ez csak is Isten jó indulatából történt, a Zsoltárok 5.12 vagy 13 a Károli szerint. Szerettem volna egy mecsetben tartani gyógyító összejövetelt, és kerestem, hol tudom áttörni a korlátot ehhez. Mivel ha egyszer áttörsz, és egy ilyen helyre meghívnak, akkor elindul a dominó effektus. Találkoztam egy iszlám vezetővel Detroitban, és megkérdeztem efelől, azt mondtam, mi nem teszünk ilyet. De a kulcs, hogy addig ne add fel, amíg nem látod meg a győzelmet, addig nem ér véget a játszma, amíg nem győzöl. Sokat beszélsz arról, hogy meg tudom tenni. Mit értesz ez alatt? Minden meg tudok tenni Krisztus által, aki megerősít engem. Soha nem mondasz, hogy nem tudod megtenni, csak azért, mert mások azt mondják rólad. Ha soha senki nem tette meg ezt előtted, akkor te leszel az első, aki megteszi. Azért történhetett meg, mert nem keseredtem el, amikor nemet mondott, így mielőtt elbúcsúztunk, azt mondta, ha újra Detroitban jár, jöjjön el hozzánk vacsorára. Fél évvel később újra Detroitban voltam. Azt kérdezte ez az iszlám vezető, mit szeretne csinálni? Azt feleltem, gyógyító összejövetelt szeretnék rendezni egy mecsetben, ahol imádkozni szeretnék betegekért, mert hiszek a csodákban. Azt felelte, rendben, megtehetjük. Szeretném, ha mondanád most velem, mindent meg tudok tenni a messiáson, Jézuson keresztül. Hallottad ezt, ördög? Ha senki más miatt, az ördög miatt, ki kell mondanod ezt hangosan, hogy felszabadíthassuk az angyalokat, hogy akár még mecsetekben is bemutathassuk Jézust, és tartsunk gyógyító összejöveteleket. Mi történt? A történelemben először fordult ez elő, és a megállapodásunk szerint beszéltem és tanítottam a Bibliából, Jézus egyetlen csodáját hoztam föl példaként, majd imádkoztam a betegekért. És történtek is gyógyulások? Ó, hogyne! Emberek meggyógyultak hát problémákból. Egyik fiú, aki a Koránból olvasott föl, távollátással volt problémája, és Isten meggyógyította. Nem volt hatalmas nagy tömeg, mégis sokan meggyógyultak. Az alkalmuk után mindig üdítőt fogyasztanak együtt, és ahogy ott volt 11 iszlám vezető és kb. 100 ember, én fogtam magam is asztalról asztalra járva, kérdezgettem őket, hogy imádkozhatom-e családjukért, betegségek ellen, vagy bármi hasonló. Az az iszlám vezető, aki meghívott, imádkoztam érte és feleségért, mert nem lehetett gyermekük. Most pedig lett kettő is. Ez a normális. Bárcsak az egész világ olyan normális lenne, mint te, Marilyn. Marilyn, az egyik olyan dolog, amit láttam hozzád hasonlóknál, akik csodákban mozognak, hogy amikor ő maguk betegszenek meg, azt nehezen tudják kezelni. Mi történik veled, amikor megbetegszel? Volt is példa erre, hogy melledben daganatot találtak. Nem másében, hanem a tiédben. Mit tettél? Ez így van, már sok éve történt ugyan. Fogtam Isten beszédét, igét, mivel ezt kell tenni. Az ígéretet kell a probléma elé helyezni. Vedd azt az ígéretet, mely válasz a problémádra, mivel az ige, tehát az ígéret az, mely nem tér vissza üresen, dolga végezetlenül. Vettem tehát az ígéretet, hogy Isten beszéde egészség a testemnek. Több helyen ezt úgy fordítják, gyógyszer. Azt gondoltam, rendben, általában napi háromszor kell gyógyszert bevenni, ha valaki beteg, de én gyorsabb gyógyulást szeretnék, mivel a daganat is gyorsan növekszik. 24 órán keresztül fönnmaradtam, és Isten igéjét küldtem a daganatnak. Hangosan olvastam és megvallottam. Ez az ige egészség a testemnek. 24 óra alatt hányszor tetted ezt meg? Minden órában. Összesen 24-szer vallottam meg, és a daganat eltűnt. Teljesen eltűnt. Ez tetszik? Szeretem, mikor ilyen normálisak vagyunk. Én is. Oké, Marilyn. Valamit be kell vallanom.
Nekem elég nehéz memorizálnom dolgokat, és biztos, hogy nézőink közül is van más is, aki nehezen tud megjegyezni dolgokat. Adnál néhány tippet, hogyan emlékezzünk hatékonyabban a dolgokra, és hogy mi történik azzal, amit látsz, vagy amiről beszélsz lefekvés előtt? Kezdjük ezzel. Rendben, a példabeszédek 6.22 azt mondja, Isten igéje még álmodban is megtart, őriz téged, amikor felébredsz, beszél hozzád, amikor mész valahová, vezet téged. Én azt teszem, hogy egyetlen igeverset hangosan kimondok napi háromszor. Van úgy, hogy egész héten át csak azt az egy igeverset. Ez a Biblia olvasáson túli dolog. Az első, amit kimondok rögtön azután, hogy felébredek, ez az ige. Nem csak te olvasod a Bibliát, az is olvas téged. Én aztán 10-szer egymás után kimondom ezt az igét. Ne kérdezd, hogy miért épp 10-szer, nekem ez jön be. Ebédidőben újra kimondom ezt az ígéretet, mert nappal az ige vezet engem. Majd lefekvés előtt az utolsó, amit kimondok, az az ige. Mivel megállapított tény, hogy amit utoljára látsz lefekvés előtt, az éjszaka során legalább 7-szer megy át az agyadon. Így tud bennem az ige működni, vagy dolgozni még alvás közben is. Mi az utolsó, amit te látsz lefekvés előtt? Szerintem megértetted az üzenetet. Mi lenne, ha az egész hét folyamán ige verseket tennénk föl a Facebookra és a Twitterre? Ha mindnyájan tennénk ezt, óriási mentorolási eszközzé válhatna ez. De még mennyire? Javaslom, a János 8.12-t Jézus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem járhat a sötétségben, hanem ővé lesz az életnek világossága. Mondd ezt ki reggel, ahogy fölébredsz, és akkor nem lesz sötét a napod. Miért? Mert Jézust követed, aki megvilágosítja ezt az életet, plusz ő maga az örök élet. Szeretném, ha imádkoznál most a nézőinkért, hogy természet fölötti jó indulatot nyerjenek most azonnal. Ó, ez nagy öröm számomra, hogy megtehetem. Mindnyájatok számára Isten természet fölötti jó indulatot akar adni. Ne nézz most magadra, csak is arra néz, hogy ő kicsoda, mert te ő benne vagy elrejtve. Atyám, imádkozom most minden nézőnkért a Zsoltárok 5.12-13 szerint. Te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed jó voltoddal, mint egy pajzsal. Jézus Krisztusban mi Isten igazsága vagyunk, és mivel általa igazak vagyunk, így körülveszel bennünket jó voltoddal. Bárhová is megyünk, szeretnek bennünket, és mi is szeretünk másokat. Ha végig sétálunk az utcán, vagy egy üzletben, mosolyoghatunk Jézus miatt, és az emberek visszamosolyognak ránk, mert érzik, tudják, hogy jó indulat vesz körül bennünket a Jézus nevében. Amen. Vendégem Janine Fox. Akartok látni egy hölgyet, aki mellrákból gyógyult meg, amikor Janine imádkozott érte? Hallgassuk meg a felvételről. Jacqueline Collinsnak hívnak, Orlandóból, Floridából költöztünk ide. Amikor Janine itt volt, a Cornerstone közösségben Észak-Kaliforniában imádkozott értem, hogy meggyógyuljak mellrákból. Kb. 3 éve kezdődött a rák, 3 hónapja már kemoterápiára is járnom kellett, mert tovább terjedt, és már műtétre írtak elő. Aznap este, hogy imádkozott értem, furcsa meleget éreztem a mellkasomban, és tudtam, hogy meggyógyultam. Elmentem az orvosomhoz felülvizsgálatra, majd 2 hét múlva is megismételték a vizsgálatot, de ráknak nyoma sincs. Azóta teljesen egészséges vagyok. Janine keresztény prédikátorok lánya volt, azonban vallásosan tette a dolgokat, nem szívből, és már teljesen elege lett abból, hogy mindenki azt kérdezkedte tőle, hogy ez a mai a te estéd? Ma végre befogadod Jézust a szívedbe? Hogy végre lerázza őket magáról, azt mondta, igen, úgy ment előre az oltárhoz, hogy teljesen színlelte az egészet, és akkor mi történt? Úgy mentem előre, hogy most az ige hirdető szemébe fogok hazudni, és azt mondom majd, hogy be akarom fogadni Jézust a szívembe, hogy soha többet ne zaklassanak ezzel, és ne kérdezgessék folyton, hogy megtértem-e már. Semmilyen elvárásom nem volt, hogy bármit látnék vagy tapasztalnék, csupán azt akartam, hogy egyszer mindenkorra békén hagyjanak. De ahogy odalépett hozzám a prédikátor, és azt kérdezte, hiszed, hogy Jézus Krisztus Isten fia, és készen állsz arra, hogy teljesen átad neki az életed? Mielőtt még kimondhattam volna, hogy igen, megjelent előttem egy természet fölötti, láthatatlan jelenlét, mely közém és aközé az ige hirdető közé került. Felismertem akkor, hogy ez a mindenható Isten volt, aki ténylegesen létezik és él.
Olyan jelenlét volt ott, mely annyira erőteljes volt, Sid, hogy ha bár nem füllel hallható módon hallottam, mégis elkezdett szólni a szívemhez, és éreztem a bűneim súlyát. Olyan volt, mintha az egész addig életem lepergett volna előttem, és minden rosszat, amit gyermekként valaha is tettem, minden hazugság, melyet a szüleimnek mondtam, minden ott lebegett előttem, és tudtam, hogy ezekért halált érdemlek. Életemben először jutottam el arra a felismerésre, hogy bűnös ember vagyok, aki távol van Istentől, és úgy éreztem, hogy meg fogok halni, de ez a természet fölötti lény, aki annyira telve volt szeretettel, jelenlétének sugarai hullámzottak át a lelkemen, és azt mondta nekem: Jenny, nem azért vagyok itt, hogy megöljelek, szeretlek. Azért jöttem el, hogy életed legyen, és ezt az életet bőségben éld. Sid, abban a 10 másodpercben rájöttem arra, hogy épp ő volt az, akit mindig is kerestem. Jézus Krisztussal valóságos kapcsolatot, közösséget kerestem. Akkor igen, mondtam neki, könnyek szöktek a szemem, és akkor már szinte kiáltottam, hogy igen, igen, el akarlak fogadni téged, Jézus! Jenny, egy ponton annyira éhes voltál az Úrra, hogy már az éjszaka közepén is fölkeltél, hogy Istennel lehess. Majd volt egy olyan átélésed, mely az egész életed örökre megváltoztatta. Igen, annyira kétségbe esetten akartam jobban megismerni az Urat. Akkor már egy ideje keresztény voltam, de annyira erőtlennek éreztem az életem szép. Nem volt erőm imádkozni másokért, pedig olyan sok embert láttam, akiknek szükségük volt válaszokra az életeikben. Szükségük volt csodákra, gyógyulásokra, de én erőtlen vagyok, és nem történik semmi. Akkor elkezdtem böjtölni, és kiáltottam az Úrhoz, hogy tegyen valamit az életemben. Nem bírtam az ételmentes böjtöt, ezért elhatároztam, hogy olyan böjtöt választok, melyet alvásböjtnek neveztem el. Azt mondtam Istennek, ha cselekszik az életemben, minden hajnalban 2-kor fogok ébredni, és munkába menetelik, tehát reggel 7-ig alvás helyett az Úrral leszek. Mondtam az Úrnak, hogy csak te tudsz ebben segíteni, hisz az ő segítsége nélkül képtelen lettem volna fölkelni minden reggel ilyen korán. Hétfő reggel 2-kor a Szent Szellem felébresztett engem úgy, hogy ébresztő órára sem volt szükségem. Akkor rájöttem, hogy Isten nagyon is benne van ebben, és segíteni fog nekem. Elkezdtem olvasni a Bibliát, és ahogy olvastam magának Jézusnak a szavait, azt, hogy ő a gyógyító, és ma is ugyanazokat teszi, az ige elkezdte a szívem olyan hatalmas hittel betölteni, hogy ez teljesen átformált engem. Az 5. reggelen 2-től 7-ig, ahogy az Úrral voltam, úgy éreztem, mintha csak ettem volna, teljesen tele voltam, jól laktam. Isten beszéde élet, ez az életnek kenyere. Életet és hitet ad, a hit hallásból jön, a hallás pedig ennek az igének a hallásából. Az utolsó nap utolsó szakaszában történt velem valami. Ahogy olvastam a Bibliát, 7:30-kor láttam megjelenni egy felhőt, ami átment a falon. Szét tudtam, hogy ez egy élő lény volt, aki felhő formájában jelent meg, átjött a falon, és egyre közelebb került hozzám. Az ágyam fölött megállt, épp úgy, mint egy élő személy, és nem féltem, mert nem gonosz jelenlétet hozott magával, hanem az erő és a szeretet jelenlétét. Fölültem az ágyban, és azt mondtam, mi ez? Olyan messze ültem föl az ágyban, amennyire tudtam. Majd rászállt ez a felhő a lábfejemre, ami forró és piros lett. Egyre följebb jött a lábamon, a térdemen az is bevörösödött, és forró lett, majd jött föl a derekamon, mellkasomon, kezemen, és ahogy forgattam a kezeimet, vérvörösek voltak, és nagyon forrón égtek. Olyan volt mindkét kezem, mint a pirosra lettek volna festve. Olyan érzésem volt, mint az egész testem tűzbe tették volna, és egyfajtában ég. Ahogy egyre följebb jött a tűz, már az ajkaim is tűzben égtek. Ekkor hallottam az Urat, amint azt mondta, fölkenem ajkaid, hogy hirdesd beszédem, és fölkenem a kezeit, hogy gyógyítsd a betegeket. A Biblia előttem hevert, amikor hirtelen szél jelent meg a szobámban. Fogalmam sem volt, hogy fújhat a szél odabent a szobámban, zárt ajtók és ablakok mellett reggel 7:30-kor, és a Bibliám lapjait így lapozta. Majd megállt a Lukács 10-nél, mely azt mondja, ímé adok nektek erőt és hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapossatok, és az ellenség minden erején. Hallottátok ezt? Jenin egész teste piros volt, és égett, a kezei, a szája, mindene. Lényének minden egyes része tűzben égett, és pontosan tudta, mit jelent Istent ismerni. Annyira erős voltál hitben, mindenkire rátetted a kezed, majd elmentél egy gyülekezetbe néhány nappal ezután, és mi történt? Elmentem gyülekezetbe, imádtam Istent, majd az összejövetel után, ahogy beszélgettem egy hölgyel, mondtam neki, hogy mennyire melegen van, tűzben égek. Azt mondta, én nem érzem a hőt. Azt kérdeztem, érzed, milyen forróak a kezeim, a lábaim, mindenem tűzben ég? Azt mondta,
Az enyém nem ég. Szerintem Isten a gyógyítás ajándékát adta neked, azért égnek a kezeid. Ez azt jelenti, hogy imádkoznod kell betegekért kézrátétellel. Majd azt mondta, igazából nekem nagyon fáj a hátam, megtennéd, hogy imádkozol értem? Azt mondtam, hát jó. Megkérdeztem, pontosan hol érzi a fájdalmat, oda tettem a kezem a hátára, ő pedig hirtelen összeesett a padlón. Úgy esett hátra, hogy senki nem kapta, csak úgy bum, a földre zuhant. Csak néztem, hogy vajon mi történhetett vele. Ma már tudom, hogy ez az, amikor Isten ereje alatt elesik valaki, mert Isten ereje annyira nagy, hogy az emberi erőnk egyszerűen képtelen erre másképp reagálni. Isten olyan, mint egy erőforrás, mint egy energiamező. Mi lett a hátfájásával? Azonnal meggyógyult, fantasztikus volt. A fájdalom azonnal eltűnt, és a hölgy meg tudta tenni azt, amit azelőtt nem. Majd később elmentél dolgozni. Igen, az Úr szólt hozzám aznap reggel, és azt mondta, megmutatom neked a dicsőségem. Fogalmam sem volt, hogy ez hogy fog megtörténni. Másnap reggel bementem dolgozni, és ahogy ott ülök a munkahelyemen, recepciósként dolgozva, hirtelen hatalmas örömöt éreztem a szívemben. Tudtam, hogy az Úr megbocsátott nekem, és csodás kapcsolatom van vele, és mindenkinek arról áradoztam, hogy mennyire boldog vagyok, amikor egyszer csak történt velem valami, és vadul remegni kezdtem a recepciós pult mögött. Óriási fájdalmat éreztem, és vacogtak a fogaim. Annyira rosszul lettem, hogy csak annyit mondtam magamban, mi van velem. Annyira gyorsan jött rám a rosszulét, és általában imádkozom, és el is tűnik a fájdalom, ez alkalommal azonban nem múlt el. A főnököm odajött hozzám, és azt mondta, te jó ég, Jenin, szörnyen nézel ki. El kell menned orvoshoz, hogy be kell venned gyógyszert. Azt mondtam, ne aggódj, biztos jobban leszek erre. Ő nem, haza kell menned. Épp, hogy volt annyi erőm, hogy felszálljak a vonatra, és elinduljak haza, annyira kevés erőm volt, hogy azt hittem, meghalok. Szörnyű fájdalmat éreztem a gyomromban, és minden porcikámban tipikus influenzás tüneteim voltak. Épp, hogy hazabírtam vonszolni magam, és életemben először vettem be egy aspirint, és elindultam, hogy lefeküdjek aludni, remélve, ha majd felkelek, el is felejtem ezt a rémes influenzás állapotot. Ekkor hirtelen emberek kezdtek el őrjöngve rohangálni az emeletes házban, ahol a lakásom is volt. Kérdeztem, hogy mi történt, erre az emberek, meghalt egy nő, legalább 20 vagy 30 perce, és a mentősök elakadtak a New York-i csúcsforgalomban. Kérdeztem, hogy hívták? Azt mondták, Ágnes. Azt gondoltam, hát nem is ismertem őt. Majd ahogy megnyomtam a liftben a gombot, arra gondoltam, amire mindenki szokott ilyenkor. Hát remélem ismerte Jézust, mielőtt meghalt. Majd az emberek kiszálltak a liftből, és egyedül maradtam, mielőtt a lift ment fölfelé a 14. emeletre, ahol a lakásom volt, ahol a 9-en jártam, és hallottam a kattanást a 10-en. Ping, ping. Majd hallottam egy hangot, amint szólt hozzám egy csendes, szelíd hangon, amint azt mondja, Jenin, menj a 8. emeletre, és támaszd föl a nőt a halálból. Támaszd föl a halottat! Tehát Isten azt mondja neked, hogy támaszd fel a halottat, ott vagy a liftben, miközben nem érzed valami jól magad. Mi történt ezután? A lift olyan gyorsan suhant lefelé, mint a fénysebesség. Azt hittem, ott halok meg, nem tudom miért. Azt mondtam, Uram, megadom magam! Kérlek, állíts meg a liftet a 8-on, imádkozni fogok a nőért. Abban a pillanatban, bum, hallottam, ahogy hirtelen megáll a lift a 8-on, ahol a halott nő volt. Tudtam, hogy most ki kell szállnom és imádkoznom kell érted, de azt mondtam, Istenem, nélküled, a te erőd nélkül képtelen vagyok ezt megtenni. Ahogy kértem Istent, hogy segítsen nekem, hallottam Isten igéjét szólni hozzám. Támasszátok föl a halottakat, betegeket gyógyítsatok, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, ha meghal is, él. Isten igéje hitet teremtett bennem, és már olyannyira készen álltam az imára, hogy vadul kérdeztem, hol van az a nő? És? Végig sétáltam a folyosón, bementem imádkozni oda, ahol volt, rátettem a nő halott testére a kezem, és azt mondtam, a názareti Jézus Krisztus nevében, te gonosz halál szelleme, jöjj ki belőle! A Jézus nevében új szívet és új agyat kérek számára, mivel agyvérzése is volt. Azt mondtam, teljes és tökéletes gyógyulás szólott, Ágnes, kelj életre! Ott voltak hölgyek körülötte, és mind ott sírdogáltak, és látszólag nem történt semmi. Teljesen kiakadtam, majd az ellenség is elkezdett beszélni, és azt mondta, teljesen bolondot csináltál magadból, jobb, ha most elmenekülsz innen. Majd a Szent Szellem is szólt hozzám, és azt mondta, nézd meg újra. Ahogy megnéztem, azt láttam, hogy a nő elkezdett remegni, majd már annyira vadul rászkódott, mint a földrengés, és hirtelen Isten föltámasztotta őt a halálból. Dicsőség Istennek, elképesztő volt. Ez volt az első alkalom, amikor láttál halottat föltámadni? Ez volt az első, hogy láttam halottat föltámadni. Mennyi ideig volt halott? 20-30 percig, és meg is gyógyult, hisz rengeteg betegsége is volt. Egy nagyon beteges hölgy volt, de ahogy bevitték a kórházba, a betegségnek nyomát sem találták nála, holott rengeteg betegséget soroltak fel,
betegséggel szenvedett azelőtt, most pedig semmi. Majd elmentél egy olyan összejövetelre Izraelben, ahol zsidók és arabok felé is szolgáltál, és mi történt ott? Isten jelenléte leszállt azon az alkalmon, az Úr dicsősége, a Szent Szellem kézzel fogható, megnyilvánult jelenléte volt ott, amikor mi imádjuk őt, és fölemeljük magához, von mindeneket. A Jézus nevében erő van, ő a népének dicsérete között lakozik, olyankor leül királyi trónszékére, így ereszkedett le Isten jelenléte hatalmasan az emberekre, és mindenféle betegségekből meggyógyultak. 25 vak ember szeme megnyílt egyszerre, 25-en újra láttak. Hallottátok ezt? Isten jelenlétében minden lehetséges. Jenny, te megtanultad, hogy kerülj és maradj meg Isten jelenlétében. Szeretném, ha elmondanád a nézőinknek, hogyan lehetnek ők is Isten jelenlétében, és aztán pedig imádkozz értük. Tudod, Isten beszéde azt mondja, ő benne van a mindenség. Ő teremtett mindeneket, és ő mindenben benne van. Minden általa lett. Tehát ő közelebb van most hozzád, mint a nevének említése. Bárhol is vagy most, ha ott ülsz és nézed ezt a műsort, vagy épp munkába tartasz, bárhol is vagy, Isten jelenléte ott van veled. Ő Immanuel, Isten velünk van. Soha nem hagy el téged, nem kell más tenned, csak csendesítsd le magad, és nyisd meg a szíved, hogy érzékenyé válj rá. Hív segítségül a Jézus nevét, hívd őt be az életedbe, minden helyzetedbe, szituációdba. Vannak most olyan nézőink, akik betegségekben szenvednek. Neked akarom most mondani, hogy tudd, Jézus Krisztus még ma is a gyógyító, jelenléte most is itt van. Csak nyisd meg a szíved és mondd azt, Istenem, gyógyíts meg most engem, mert igéd azt mondja, hogy eljöttél, hogy meggyógyítsd a betegeket. Vannak most olyanok, akiket Isten bél problémákból gyógyít. Nyújtsd ki most az egyik kezed a képernyő irányába, a másikat pedig föl Isten felé, csak köszönd meg neki. Most azonnal felszabadítom Isten erejét, jelenlétét, dicsőségét, a dünamis erejét az Úrnak. Most azonnal a fejed búbjától a lábad ujjáig töltsön be. Látom ezt az illetőt, akinek bélpanaszai vannak. Új beleket kérek most számodra. A Jézus nevében egy másik nézőn gyomor panaszból gyógyul most meg. Isten most ebben a pillanatban gyógyítja a gyomrod a Jézus nevében. Valakinek a bal füle nyílik most meg, és meggyógyul sükettségből. Érzed, mintha valami pattant volna a füledben. Csak mondd azt, köszönöm Istenem, köszönöm Jézus. Fogadd el a gyógyulásod most. Isten gyógyít most hátakat. Valakinek a dereka gyógyult most meg. Hajolj előre, és tegyél valamit, amit nem tudtál megtenni azelőtt. Csigolyák és porckorongok helyre kerülnek most azonnal. Valakinek Isten a bal lábfejét, mely egy kicsit befelé fordult, kiegyenesíti. Nem tudtál rendesen járni eddig, de most meggyógyulsz. Állj föl, indulj el és járj. Tégy valami olyat, amit nem tudtál azelőtt. Isten jelenléte itt van. Csak ismerd őt el, és mondd azt, Istenem, szükségem van rád. Térj meg a bűneidből most, bármit is tettél. Ha meg nem bocsátás van a szívedben bárki felé, csak mondd, Istenem, megbocsátok, te is bocsáss meg nekem. Elfogadom a szereteted, elfogadom az életed, elfogadom a gyógyító erődet. Jenny, amikor azt mondtad, hogy az emberek nyújtsák ki kezüket a képernyő irányába, bár ez nem az én stílusom, de hallottam, hogy nekem is ugyanezt mondta az Úr. Tudom, hogy vannak most nézőink, akik szükségekben vannak. Isten jelenléte annyira erős most itt, olyan, mintha itt lenne egy gyógyító folyó, amiben bele kell nyújtanod most a kezed, és elveheted onnan a gyógyulásod. Kihúzhatod onnan magadban most. Érintsd meg a képernyőt, mert azon keresztül árad, és húzd magadba onnan azt a gyógyító kenetet, gyógyító jelenlétet. Ez a tiéd, fogadd el. Van profétai üzeneted? Igen, Isten szelleme azt mondja most, hogy ebben az időben az Úr magához von embereket. Itt az idő az új borra, eljött az ideje az új átéléseknek. Azt mondja az Úr, a végére tartogattam a legjobbat. Isten örökkévaló szeretettel szeret téged, és bármilyen helyzetben is vagy jelenleg, ő át tudja és akarja formálni az életed. Bármilyen helyzetben is vagy, az Úr azt mondja, add át nekem, hadd adjak a helyet valami újat neked, hadd töltselek be jelenlétemmel, hadd árasszalak el szeretet. Meg akarom dicsőíteni magam az életeden keresztül, hogy az áldás csatornájaként használjalak téged. Ha tékozló fiú vagy, és eltávolodtál Istentől, ez a te időd. Ő szeret téged, és fut feléd. Nem számít, mit tettél, már megbocsátott neked 2000 évvel ezelőtt, és kifizette bűneid árát. Most azonnal Isten barátjává válhatsz. Csak mondd azt, Istenem, szükségem van rád, jöjj a szívembe, újjászületett akarok lenni, újra vissza akarok térni hozzád.